szép szó. Te is csak akkor nem veszed fel a telefont, amikor kéne. Kidobtam a horoszkópot csirkeából, és nem tetszett, amit láttam. Elgázoltál. Igazából te gázoltál el engem. Te is busszal jössz? Nem, én most kezdek egy új helyen. Hullaházban leszek éjjel jövök. Gyászjelentések az utolsó előtti oldalon. Aki ott van, itt is lesz. Vírus néni is a halál utáni életben. Miért kérdezel ilyeneket? Lehet, hogy ez eleinte furcsa lehet ennek. Majd hozzánk szokik. Bár valóban halottak vagyunk, mi itt mindannyian két világ között ragadtunk. Krisztián, mi ez a hülye ruha itt mindenki? Olyan, mint a hullazsákban lennénk. Abban vagytok. Ha nincs munkád, az a rossz. Ha van, akkor az. Ha nincs lány, amiatt sírsz. Fel kéne már nőnök. Élni egy kicsit. Szerelmes lettem egy halottba. Várjál az igazi. Ő az igazi. Egy másikra. Illus néni, nem várok szarra sem. Vissza fogok hozni egy halottat a túlvilágról, és meg a segít nekem, vagy megcsinálom egyedül. Rá fogok jönni, hogy mit tartik téged. Én már ide tartozom. Ez már a mennyország. Köszöntünk titeket. Megtudhatom, mit keres a házamban. Baszki! Baszki! Az élők és halottak között erős fal áll. A szeretet ereje, hogy más ettéleg ilyeség sem hatolhat át rajta. Mindketten kellettek, hogy megtörjétek az állat. Testvérem, az meg mi az? Csajom. Értitek, nem? Vendégünk a film egyik főszereplője, Rúj Dervivien, valamint Madarász Isti rendező. Sziasztok! Sziasztok! Hello, sziasztok! Hát hosszú várakozás után a héten végre a mozikba került az Átjáróház. Egy kicsit meséljetek az alaptörténetről. Az egyik internetes oldal ilyen kattintásvadász módon a magyar hatodik érzékként apostrofálta a filmet, de az alapszituáción túl gondolom egy teljesen más hangvételű film a tiétek. Hát igen, azért eléggé más, mert az egy jó film, tehát én erre büszke vagyok, ha tényleg ezt írták. Ez azért sokkal viccesebb, sokkal mesésebb, sokkal életigenlőbb, mint az a film, de hogyha azt hasonlítják, ám így legyen. Itt egy fiú és egy lány szerelméről szól az Átjáróház, tehát igazából ez egy sima romantikus film, csak egy ilyen speciális párkapcsolati problémával küzdenek, hogy a lány halott, a fiú pedig éjjel jön egy hullaházba. Az elég speciális. De ugyanúgy szeretik egymást, és szeretnének együtt lenni, tehát a lényeg ugyanaz. Vivi, te gyakorlatilag egyből a meghallgatás után megkaptad a szerepet, ha minden igaz. Neked mik voltak az első benyomásaid a forgatókönyvet olvasva? Elég hamar megkaptam, azt hiszem, casting után a könyvet, és így faltam. És az annyira jó érzés, amikor lapozod, és egyre jobban kerülsz bele az egész flow-ba, és már látod, hogy ez így milyen lesz, vagy milyen lehet, és nagyon el tudod képzelni, tudsz sokat róla fantáziálni, és ja, olyan lettem, amúgy. Igen, én nagyon, nagyon boldog voltam. Maga a látványvilág is meglehetősen egyedi, hiszen a 60-as, 70-es évekbeli retro tárgyak keverednek fantasztikus elemekkel. Ti magatok hogyan jellemeznétek a film képi világát? Marha jól néz ki, mert van egy szuper operatőrünk a GG, és így minden csoda szép. De egyébként ez a kicsit mix világ, ez azért is van, hogy minél elemeltebb, minél stilizáltabb, minél meseszerűbb legyen, hogy ne lehessen pontosan tudni, hogy mikor vagyunk. Tehát, hogy mai híradó megy egy régi tévébe, meg régi buszra száll föl mai autók között, és ettől egy kicsit az ember már elengedi azt, hogy jó, akkor ez mikor játszódik, meg hol játszódik, az sem pontosan látszik, hogy ez hol van. Egy mesefilmnek nem áll olyan jól a Calvin tér, és akkor egy kicsit ettől próbáltunk elrugaszkodni. Meg érdekesebb ezt nézni. Egy filmforgatás során mindig közbe jöhetnek ilyen-olyan akadályok, nehézségek, hát ezt sajnos ti sem úsztátok meg, mert hogy a pandémiával egybeesett a forgatás ideje. Hogyan tudtatok ezzel megbirkózni? Ez mennyiben jelentett egy plusz kihívást számotokra? Mesélj az álmaidról, légy szíves. Voltak ilyen rémálmaim, amikor már nem azon aggódtunk, hogy egyáltalán lesz-e folytatás, hanem sejtettük, hogy mondjuk pár hónapon belül újraindulunk, akkor én elkezdtem azt álmodni, hogy a film férfi főszereplője, a Bárnai Peti, egyszer csak megjelenik előttem, és 30 kilót hízott, és kopasz. Ilyen Marlon Brando-szerű. És én ezt többször is álmodtam egymás után, és akkor már annyira beparáztam, hogy küldtem a Petinek SMS-t, hogy hello, hogy vagy, meg felhívtam, és mondta, hogy jó, és mondtam, hogy
és hogy nézel ki? Mondta, hogy jól, mondom, küldjél már egy fotót. És erre küldött egy fotót nyáron, ahol sapkában van télen, és akkor meg voltam róla győződve, hogy nem meri megmutatni, hogy hogy néz ki. Aztán megjelent is, vékonyabb volt, de nagyon, azért nagyon izgultunk, és mivel nagyon sok, tehát 5 etapban forgattuk le a filmet mindenféle problémák miatt. Van a filmben olyan rész, hogy valaki oda megy egy ajtóhoz, és akkor belép, akkor másfél évvel később vagyunk forgatásban, és azt ez nem olyan könnyű összehozni, de jók voltak a sminkeseink. A forgatás során volt jó pár izgalmas pillanat, hogy téged konkrétan az első napon 4 méter magasban lógattak fel. Mennyire vagy? Ezt nyilatkoztad. 7? Te mennyire vagy bátor az ilyen helyzetekben? Én nagyon. Szinte már úgy, hogy mindenkit bosszantsak vele a biztosítási problémákkal. Bátrabb, mint amennyire képzett. Akkor nem kiáltoztál kaszkodőr iránt, hogy valaki ugorjon be? Nem, de mivel a Mócár Vanda volt a kaszkadőröm, és most is ő a kaszkadőröm a Hunyadi sorozatban, vele én nagyon összenőttem, és nagyon jó, hogy van egy olyan ember, akire bátran rábízom a szerepet, vagy hogy mondjam, tehát, hogy mi nagyon jól összekapcsolódtunk, nagyon jól látszik az, hogy a testek összefornak, vagy ezt nem tudom jobban mondani, hogy a vágásban nem veszem észre, hogy hol van a Vanda, meg hol vagyok én. És nekem ez egy olyan óriási mániám volt, hogy ahol lehet, ők szerepeljenek, a Vivi is, meg a Bárnai Peti is, aminek ők örültek, és azért nagyon nehéz dolgokat csináltak meg ők fizikailag. Általában ott cseréljük ki kaszkadőrre a színész, nem ott, amit ő nem tudna megcsinálni, hanem ha véletlenül megsérülne, akkor leállna az egész forgatás. És a kaszkadőr hát sajnos megsérülhet, mert majd meggyógyul, a színész, ha meg megsérül, akkor nem tudunk forgatni, úgyhogy néha kénytelen kelletlen átadták a stafétabotot, de azért nagyon durva dolgokat csináltatok. Nagyon jó volt. Az izgalmakat az is fokozta, hogy egy kecske is csatlakozott a szereplőgárdához, és azért állatszereplőkkel gondolom, hogy nem lett túl könnyű együtt dolgozni. Milyen volt ez a valóságban? Hát a kecskénket Lidércnek hívták, és hát, hogy is no mondjam, azért könnyebb volt vele forgatni, mint néhány másik színésszel. Szóval csodálatos. Nem hibázott a szövegben, abban biztos vagyok. Mert azt hiszed, hogy nincsen szövege. Pedig van, és a Lidérc megtanult a szárítóról zoknikat leszedni és bedobálni egy vödörbe, tudott szemüvegben olvasni, illetve tudott az asztalnál lenni széken ülve a színészeinkkel együtt. Lidérc csodálatos volt. Volt vele egy holló is, Negró, na őt viszont többet ne lássuk szedbe, mert buta volt, mint egy varjú. Vivi, egy kicsit beszélj még a szerepedről, hogy már Ágit alakítod ebben a filmben. Mennyire engedett Isti beleszólást a szerepformálásodban? De azért engedett egy picikét. Tehát ő mindenről lehet vele beszélni, ez nagyon jó, meg velem is mindenről lehet beszélni. Az ez is nagyon jó. Igen. Az volt a jó, hogy nem, ez most a szó jó értelmében véve, azon, hogy létezzek, azon nem nagyon kellett gondolkoznom. Vagy nem jöttem tőle zavarba, nem voltam megijedve, hogy kell ezt eljátszani, mert nagyon, nagyon magaménak éreztem. Tehát én tényleg ezeket a fizikai megterheléseket vártam a legjobban, mert a jelenetek is, meg amennyit mi beszélgettünk erről a szerepről, annyira adottak voltak, és olyan természetesen gördült ki az emberből, hogy ebben nem volt nekem kérdés. Nem szorongtam tőle egyáltalán. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek, és reméljük, hogy nagy sikert arat a film a mozikban. Nagyon reméljük. Köszönjük szépen.